A pandémiás korlátozások és a vírushelyzet kihívást jelentett a Sóstói Múzeum falu számára. Májusban nyithatott kégy, egész évben kevesebb volt a látogató. Fokozatosan azonban visszatért az élet a megszokott kerékvágásba. A programjaink sikert sikerre halmoztak, én azt gondolom. A tevékenységünket hagyj a szakmai területtel, hiszen nagyon örülök annak, hogy idén hat beadott pályázatunkból négy már nyertes. Kettőt a múlt héten adtunk be, ők a két legnagyobb pályázatunk, és reményel vagyunk arra, hogy Genius pályázat keretében egy új állandó kiállítást fogunk megvalósítani, ami 21. századi, interaktív, és azt gondolom, hogy a mai kor szellemében valósul majd meg. A, illetve Petőfi 200. évfordulója kapcsán kiírt pályázatra is bepróbálkoztunk, én így mondanám, hiszen mit keresne egy néprajzi múzeum egy irodalmi pályázaton, én azt gondolom mégis vannak párhuzamok, és a múlt héten sikerült beadnunk egy igen tetemes összegre, 25 millió forintra beadott pályázatot, reményünk van hozzá, hogy a jövő évben ez is megvalósul. No, de hát szó, hogy mi mik nyertek. Hungarikum pályázat jó voltából már nyitásra szeretnénk átadni a turistvándi felújított csűrt, amiben szabolcátmár mereg megye értékeit fogjuk bemutatni. Egyedülálló lesz Magyarországon ez az értéktár. Értéktár a múzeumban, múzeum az értéktárban a pályázat címe és a kiállítás címe is egyben. Egy interaktív tér lesz, rendezvénytér is lesz egyben, úgyhogy nagyon reméljük, hogy sok népi koncertet, táncházat is tarthatunk majd itt a jövő évben. A jövő év sikereit ebben az évben alapozták meg a Sóstói Múzeum a Nemzeti Tehetség pályázat keretében a Vásárhelyi Középiskola diákjai népi építészetet tanulhatnak majd a Néprajzi Múzeumban, pályázatot nyertek a múzeumok őszi fesztiváljára, és egy különleges patika bútor felújítására is lehetőség nyílik egy sikeres restaurálási pályázat eredményeképpen. 26 saját rendezvényünk volt, 4 hét táborozásunk volt, amiben minden nap 100-120 gyermek vett részt a táboros pillanatokban, táboros élményeket tudhat magáénak. Ezen kívül fogadtunk külsős rendezvényeket, 41 külsős rendezvényünk volt. Ez csapatépítő tréningtől kezdve a Tirpák fesztiválig elég sok logisztikát igényeltek. A pálinka házunk és tulajdonképpen a pandémia ide vagy oda nagyon jól működött. Amikor már családi rendezvényeket vagy céges rendezvényeket, partner találkozókat lehetett tartani, a múzeum falu pálinka házában ez is megtörtént, 42 alkalommal vették igénybe és bizony ez minden egyes alkalommal a rendezvény szervezőt is leterhelte, azonban én azt gondolom, hogy jó emlékeket és jó élményeket vihettek magukkal haza a látogatók. Ebben az évben számos kiállítás nyílt meg. A látogatók nagyon szeretik dr. Szabó Sarolta a korábbi igazgatónő Gyulaházi Parókia című kiállítását, amely egy interaktív tárlat. Emellett sikeres a lakodalmas kiállítás és a nagymosás kiállítás is felfrissült, bár rengeteg munkát végeztek a múzeum munkatársai, úgy tervezik jövőre további fejlesztéseket szeretnének megvalósítani.